Hungarika, mindenképpen akartunk egy olyan új dalt a lemezre, ami kiteszi az irányjelzőt. Az alap elképzelés, az alap akkordmenet az enyém, Norbival együtt dolgoztuk ki, Pusztai Zoli nagyon jó szöveget hozott hozzá. Címe. Azon gondolkodtunk Balázssal, hogy hozzunk össze egy olyan dalt is, ami igazán a Hungarikára jellemző, egy lendületes, benne van a spiritus, benne van az energia, és elkezdtünk dolgozni egy ilyen dalon. Pusztai Zoltán pedig arra inspiráltam, hogy ugyanezt a szövegvilágba, az üzenetbe hozza be, akár hozza be a Hungarika szót is magát. Háztól világosig, csak kevesen vannak ébren. Az üzletben, és hazafelé egyből hívott, hogy beugrott neki a rendszerhiba ellenszere Hungarika. Zászlót bont az őrület, békeharcos zsitránk tüzet, törvénytelen történelem, végeztelen, végeztelen. És akkor még jött egy újabb dobás, hogy meghívtunk a dalba vendégénekeseket, zenészeket. Szasza adta magát, meg régi cimborám, ugye a Ferencváros kapcsán is van kötődésünk. Barbaro Attilát az egyik legjobb gitárosnak tartom, sőt Magyarországon a legjobb gitárosnak abban a stílusban, a punk rock zenében, amit én leginkább kedvelek. Veszett kutyák rugadnak, hiába fordulsz nyugatnak, keleten is sötét az ég, nem tudom mi lehet még. Önuralom, önkontroll, mitől vagy rosszul, mitől jó? Emlékszem, pont a Junkies jött Sopronba, és az elmúlt időszakban nagyon jó kapcsolatot alakítottam ki Barbaro Attilával, többször dolgoztunk együtt. Nincs már, nincsen vita, a rendszer hiba ellenszere, Hungarika. Nincs már, nincsen vita, a rendszer hiba ellenszere, Hungarika. És a koncert napján beültünk a kocsimba, megmutattam félve a dalt, hogy srácok mit szóltak ehhez a dalhoz. Meghallgatták, hogy ez baromi jó, egy ilyen kicsit ilyen dallamos, punkos beütésű, pont az ő stílusok, és akkor bedobtam, mit szólnátok, ha meghívnálak benneteket énekelni. Barbaro Attilától azt mondta részéről, oké, a balé, Szeki, te mit szólsz hozzá? Hát Szeki is azt mondta, neki is nagyon tetszik, zseniális a szöveg, kérdezték, írta, mondom, Pusztai Zoli, azt mondják, hogy tök aurórás. Na, hát így született az ötlet, hogy utána mentünk tovább, ugye Kalapácsokban, Józsival többször dolgoztunk, felhívtam, ő is szívesen vállalta, megmutattuk a dal. Én uralom, én kontroll, mitől vagy rosszul, mitől jól? Nincs már, nincsen vita, a rendszer hiba ellenszere, Hungarika. És Pap Szabi. A Pilvaker című műsorból, és ott nekem nagyon tetszett, amiket csináltak ezekkel a vers feldolgozásokkal. Vele többször találkoztam ugye közös koncerteken, többször beszélgettünk, nagyon szimpatikus volt, jókat rögtünk. Balázs ötletére felhívtam. Mérnökünk, így egyszerű volt megszerezni a számát. Azt mondta nekem a telefonban, hogy meg vagyok hatódva, Norbi.
küld a dalt, maradjunk annyiban, hogy este 7-kor érek haza, de reggel 9-kor másnap hívlak, és azt mondta, hogy meghallgatta a rock and roll, mikor veszük föl.